A zenekart a brilliáns gitárjátékáról és erőteljes énekhangjáról ismert Tóth Bagi Csaba alapította. Blues alapokon nyugvó gitárjátékára nagy hatással vannak balkáni gyökerei. Azonban ugyanígy meghatározó zenei pályafutása során magyar zenei neveltetése. Ehhez pedig még társul több évtizedes nemzetközi turnézása a neves gitárossal, Aldi Meolával. A csütörtök esti koncert főpróbája után beszélgettünk a blues gitáros zenésszel. Kint Amerikában megkértek, hogy főzzek egy valami olyan kaját, ami itt Magyarországon érdekes. És fel kellett hívnom anyukámat, hogy anyu, hogy kell csinálni a csirkepaprikást, mert ahhoz még összetudtam szedni a hozzávalókat. És nagyon vicces, hogy igazából így jött nekem ez az egész, hogy nekem valami ilyesmit kell csinálni, hogy megmutassuk azt, amik mi vagyunk, vagy ami innen jön tulajdonképpen. Egy olyan formában, ahogy ez talán nyugaton is elfogadható, a kettőt össze kombinálva tulajdonképpen. Innen jött az ötlet, és nyilván a Aldi Meola hatásai is talán érződnek ezen a dolgon, nem tudom. A lényeg az, hogy így jött ez az egyveleg össze zeneileg. A basszusgitáros Máté Lászlóval és a dobossal Kertész Ákossal már régóta együtt játszanak. Jelenleg a dobos beteg és helyettesítették a pécsi koncerten. Kezdte bemutatni a Balkán Unión Quintettet Tóth Bagi Csaba. Egy éve a Covid után jött úgy, hogy a Dávid és a Bránka csatlakoztak a zenekarhoz, akik pedig igazán ezt a népi dolgokat hozzák bele, és ennek nagyon örülünk, úgyhogy én úgy érzem, hogy ez most tökéletesen az, amit szerettem volna. De hosszú idő volt, mert 10 éve létezik a Balkán Unión, és én most érzem azt, hogy most már az szól, amit szerettem volna akkor 10 évvel ezelőtt. Hosszú út volt. Tóth Bagi Csaba több világhírességgel zenélt és együtt dolgozott. A magyar Gerim úrnak tartott gitáros ritkaság száma menő itthoni szereplései mindig igazi zenei csemegének számítanak, és több korosztály rajongó táborát vonzák. Így volt ez a pécsi koncerten is a Pirogránit udvarban. A koncertről bővebben a Pannon Televízió Pécsi Kör című műsorában értesülhetnek nézőink.